Apropó munka, mindig csodáljuk az alapítványok tevékenységét, célját, de ritkán nézünk bele, lesünk bele hétköznapjainkba. Hétköznapjaikba most ellátogattunk a Balatonpartra, a Reménység Alapítványhoz. A Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány két vezetőjével, Tündével és Tiborral érkeztünk Haus Génuszékhoz. A maszkokra a 4 éves Kiara betegsége miatt van szükség, akinek az idegrendszerét támadta meg a rák. A 3 gyermekes édesanyának naponta többször kell fertőtleníteni az egész lakást. Rengeteg időt elvesz. Tehát elveszi az életünktől az, hogy mi a többivel is kedvek. Tehát leüljek velük játszani, tiszta lelkismert fordulásom van, mert az csak este. De akkor sincs mindig időm, mert akkor meg fel kell megint mosni, akkor megint el kell mosogatni. Egy városközponti panelházban él szüleivel a koraszülött ikerpár Vajk és Sára. Születésük után a kisfiú tüdeje kiukadt és agyvérzést kapott, ezért sokat kell utazniuk gyógytornára. Muszáj, mert ha én nem megyek, akkor magától nem tudja ezt csinálni, de ez a feladatunk. Ideiglenes otthonukban találkoztunk a 8 éves izomsorvadásban szenvedő Mátéval és családjával. Régi házukat el kellett adni, mert ott a kisfiút nem tudták megfelelően ellátni. Máté most életmentő gerincműtét előtt áll. Annyit volt kórházban Máté, hogy nagyon lefogyott. Hát most egy olyan minimum 4-5 kilót fel kellene szednie magára, ami neki nagyon nehéz. És utána pedig valószínű, hogy belevágnánk ebbe a műtétbe, mert hát az életkörülményein igaz, hogy kockázatos a műtét, de viszont az életkörülményein sokat javítana. A nehéz helyzetbe került családokon 2001 óta segít az alapítvány. Egész évben mindenféle módon próbálják megkönnyíteni az életüket. Ezt a Jóistennek szenteljük, és ő rá próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy ő egy szerető Isten, aki még ha meg is enged problémákat, betegségeket, nehézségeket, ő attól szeret bennünket, és próbál valahogy valamilyen úton, módon a segítségünkre lenni. Már csak egy jó szó, egy kedves gesztus is sokat jelent egy ilyen beteg gyerekkel küzdő családnak. Tünde és Tibor 2006 óta szerveznek jótékonysági hangversenyeket Siófokon. Az ideit december 14-én tartják. Az Estret támogatói jegyeket árulnak, és az alapítvány számla számára is várják a felajánlásokat. Koncertmottónk is, hogy figyelj másokra, és akkor rád is figyelni fognak. És nem mindig csak azt várjuk el, hogy elsőnek ránk figyeljenek oda, hanem elsőnek mi figyeljünk másokra.